Szeretném jelezni, hogy egy nagyjából 2 órás időkeretet kell tartanunk a következő hivatalos elfoglaltság okán. Éppen ezért ne is vesztegessük a szót, miniszterelnök úr, parancsoljék. 23-as évet úgy látjuk, hogy az a nagy küzdelmek éve volt. Háború, itt volt a háború, terror, migráció, infláció. Migráció, az infláció és a Brüsszel. Ja, ezt ne felejtsen. Küzdelmek szinterei. A céljaink azok világosak voltak a háború esetében Magyarországnak. Magyarország kívül tartani, kimaradni ebből. Ha részletekre kíváncsiak, akkor állok a rendelkezésre. Az MTV-t először. Kezdjük is. Az MTV-t szeretném kérni először. Velük a migrációs kérdés beszéltük. Jó napot kívánok, Csaba Renáta vagyok az M1-től. Először a migrációval kapcsolatban szeretném kérdezni. Ukrajna NATO tagság azt jelenteni, hogy holnap reggel nekünk kötelező a NATO szerződéséből következően Ukrajnába katonákat. Na, ezzel vigyázz, ezzel mondottam, már vesztettek választást itthon. Reméljük, hogy nem ragadják ki. Elfelejtettem, mit kérdezem. Volt még valami? Bocsánat. A média, vagy a médiát lehet elítélni, vagy bírálni ezzel a, vagy ez alatt az új törvény alatt? Ezt ne hülyeskedd el most. Ez egy komoly kérdés, nem akarom elütni egy tréfával. De talán vannak itt, akik nem ismerik azt a Freud korszakából származó. No, ne! Képes beszédet, ami arról szól, hogy az hölgy az álmában menekül egy őt üldöző szörny elől. Mert a helyzetben vagyunk, de nem történt még semmi. Valami fajta félelmekről beszélünk. Szél vagyok itt. Elégesen baloldali. A választás befolyásoló céllal jelentős, több százmillió dolláros pénz jelent meg. Ez forint volt, nem dollár. Csak el kell indulni, mert azt nem várhatja tőlünk senki. A választók pont az ellenkezőjét várják. Hogy álljunk, mint egy fasz. Mint ahogy szokott, és akkor a öltbejtett kézzel nézzünk, és azt mondjuk, hogy hát igen, ilyen megtörténik, ide küldnek pár százmillió dollárt. Hát, az még mindig forint volt, mindegy. Mi volt abban az időszakban, mi történt a kerítéssel, hogyan jutottak odáig a határon? Most, ha pontosan el ezt a dolláros dolgot, nem fog ugatni, miért a telex. Miután erre válaszolnék, az előző mondataimnak egy korrekciát el kell végeznem, hogy... Tehát amikor azt mondtam, hogy több százmilliós összeg érkezett Magyarországra, az nem dollárban értendő, több százmillió forint érkezett, több millió dollár csak, hogy... Fogd a Brüsszelre. Ugye nekünk van egy határvédelm. Szevasz, Tóni. Épp sajtótájékoztatót tart a vezér. Lehalt a szerver. Hát még pár óra az. Hát átvehetem őket, de hát nem véletlenül nem értek a celebjeitekhez. Igazából nem is annyira akarok. Hányan? Minden egyszerre megy most. Figyelj! Max rájuk nézni tudom. Ja, rájuk nézek. Próbálok segíteni, de közben itt van a Viktornak és a sajtótájékoztatója. Ezért... Jó, hát... Van választása. Jó. Tehát nekünk kell kapnunk Brüsszelbe egy levelet. Levelet? Ami biztosít bennünket arra, hogy a béremelés bizonyos százalékát Brüsszel ki fogja fizetni. Viktor, most egy kicsit megosztott lesz a figyelmem, úgyhogy majd ügyesen, mert nem mindig tudok segíteni, másra is figyelnem kell. Mi fog? Ez a figyelek, kicsit multitask lesz. Én rendszerellenes vagyok. De a te rendszer, az európai rendszer ellen vagy. Mondjátok, hogy most nem jött előtte. Én az oroszok felé is elég nyitott, nem? Az a mostani vezetés. Hát hála Istennek! Hát annyi mozgalmi indulót írtatok át és figuráztatok. Mondd, hogy az orosz és a szovjet különböző. Az kultúra az nagyon kemény és szép, jó kultúra. A szovjet, az egy propaganda. Olyan, mint, tudom én mondok neked, mint a Biden. Propaganda, nem is ugye, gondold meg, hogy egy király,
ha nem úgy hívjuk, hogy Mátyás király, nem Mátyás. Biden is. De hát az egy tökéletlen. Na de hát... Ez meg bazdnek, hány tesz megmondod? Talán a folytasd. Nem tudom, miben gondolkodik. Na jó, ma legyünk a csendben egy kicsit. Hogy... De hogy annyira egy másik adás. Ma kéne összefoglalni ezt a 2023-as évet. Na jó, promózd a dalod. Valahogy. Talán most a dalom címe jutott egyébként eszembe, az átkozott nyár, ami valahol átkozott volt, de... És amikor elmentem Erdélyben, ott volt egy olyan... De ne utalj rá, mondd azt, hogy élményed volt. Hogy... Valami furcsa élményem. Jó, zene, tudom is, én volt. Hogy a zenében vagyok. Van élet, színek, illatok. Azok között, az emberek között vagyok, ahol élet van, színek vannak, illatok vannak. És akkor elhatároztam, hogy ha, amikor hazajövök, akkor én ezt lezárom. Tudom, hogy hogy mutassunk be téged, hogy előadó művész, vagy a Fradi vezérszurkolója, vagy közéleti szereplő. Mi ez a baj? Most kezdtük el járni. Ja. Mi elkezdtünk járni focira. Nem tudom, hogy miért baj ez az embereknek, miért baj ez Curtisnek, nem tudom, hogy miért baj ez. Mi elkezdtünk járni focira. És mi most kezdtünk el járni, és kapjuk aira főre a támadásokat. Imádom egyébként, imádom. Miért a Fradi? Én mindig is szerettem a Fradit. De az, hogy nem vállaltam fel. Most jöhet az hátul, hogy persze, mert most a kormánypárthoz tartozik, persze, mert fölvállalta. Mi eddig is fölvállaltuk. Eddig is ott voltunk, csak nem posztoltunk. Várj, győzve. Eddig az volt, hogy most kezdtetek el járni. Maradjunk meg egynél, jó? Végigmentem a békemeneten, utána így kopogtak a celebek, hogy én is ott akarok lenni a következő, én is menni akarok, én is csatlakozni akarok. Behoztam egy trendet, és valahol ez egy nem kéne jobban szűrni ezeket a celebeket? Tényleg, mi a fasz van nálatok? Imádjuk a focit, alig várjuk, hogy vasárnap legyen. És miért tartja fontosnak, ha fontosnak tartja, hogy Maxi Dubájnak hívjuk ezt a projektet, és ne pedig Mini Dubájnak? Anyámért. Nem vagyok keresztapa. Meghagyom ezt másnak. A... Mi? Én csak álltam azt szeretem mondani, hogy magyarok csinálnak, amikor nekezdődjük, hogy mindig. Ott miért neveztek katonai műveletnek egyébként ezt a háborút, amit itt most háborúnak nevezett többször? Mert ez egy katonai művelet. Amennyiben? Hát amennyiben nincs hadüzenet a két ország között. Ha amikor az oroszok majd hadat fognak üzenni Ukrajnának, na az háború lesz. Jaj, utána kérdezhetünk, hogy katonai hadművelet, hogy háború, hogy mondhat is, hogy háború. Jó? Addig örüljünk, amíg nincs háború. Mert a háborúban akkor mozgósítás van, és általános. És azt nem kívánom senkinek. Da, vojenna operácia ili vojna. Vojenna operácia ili vojna. Visszaszólna. Olyan erővel ruház fel bennünket, amivel utána azt érezzük, hogy tényleg legyőzhetetlen. Bocs, nem figyeltem, miért mondod ezt? Hogy miért mondom ezeket, azért, mert a döntéseim azok nagy részt már áldozott kártya volt már? Mert akkor ideje van. Borzasztó ezeket olvasni, és azért, mert az emberek nem tudják, hogy milyen küzdelmeket... Figyelj, majd valamikor sírni is kéne. Megvallottam a hitemet, az eukarisztikus kongresszuson énekeltem a pápai szentmise előtt, és már ott ugye hát érezhető volt egy bizonyos... Hú, tudod mi? A független objektív a dobmába. Kösz. A független objektív magukat elfogadónak és nagyon liberálisnak tartó emberekről beszélek. Megvan a... Én tetkos vagy, nyomj egy Pesti TV-t, egy lázadós, te vagy a lázadó, valamit lázadjál. Világ felé haladunk, ahol azok a lázadók, akik gyökereket eresztenek, akik még Isten nevét a szájukra merik venni, akiknek van egy nemzeti ér. Én nem tudok arról, hogy a Fidesz kapott volna mondjuk Oroszországból pénzeket. Hogyha kapnak, akkor ezt törvénytelen ugyanígy. Tényleg nem tudja? Csak nyugodtan. Ez egy úgynevezett vita. Hát a Megafonban nem érkezik se állami pénz, se semmilyen állami cégnek a támogatásra. Szinte elhiszem, Dani. Oscar díj. Úgy tűnik nekem, hogy a sátán átvette az uralmat Európába, és mindent tönkre akar tenni, ami a természetes, klasszikus, élő, vagy isteni rendet. Nem tudom, hogy jó
baja az a fiataloknak, hogyha mondjuk a Krúbit hallgatjuk, aki ajánlatot tesz, hogy a Feri mit csináljon, vagy a Viktor. És igazából arra, hogy lehet ilyen trágáról beszélni, meg mindenkit el kell küldeni a picsába. Nem, nem lehet mindenkit, mert az életedben mindig lesznek főnökeid, és a legnagyobb főnök meg az Isten. Tehát, hogy... Ennyire be lett fenyítve a Feró, hogy magától nyomja ezt. Szép, Tóni, szép. És mit szólsz az Azariá? Azariát nehogy szíd, túl népszerű, úgyhogy... Azariát, az a zseni, az a gyerek. Nyilatkoztál te is róla, ugye... És mondok neked egy... Inkább ne te beszélj, mondj valami idézetet. Jó idézetet. Pontosan lehet, hogy nem tudom, de még Leonid Brezhnev mondta... Miért kommunistáktól bazzunk? Az oroszok rohanták le az ukrajnokat. Én velük szimpatizálok, mert a következő van. Mert ha fűteni akarok, akkor ők adják a gázt. Akkor ezzel mondhatom, hogy nem kell nekem a gáz, és akkor majd megfagyok. Hát nem vagyok ilyen. Jó, majd jövök. Intosz valahol képviselőnek, polgármesternek? Hát... Azt kérte jóvá. Szeretnék polgármesternek indulni. A 2024 júniusi választáson meg szeretném magam méretni. Fidesz színekben? Nem tudjuk még. Kám, nem mondj semmit. Nem tudjuk még. Vagy függetlenként gondolom. Nem tudjuk még. Még oda is nem jutottunk el. Na itt a nagy kérdés, hogy melyik falu. Én beszéltem a jegyző úrral, a polgármester. Mondjuk ki őszintén, és kimondom őszintén, milliárdos lett. Ilyen állami támogatást nyert a saját otthonára. Ilyen állami támogatást nyert a falu színén egy faluházra. Ilyen állami támogatást nyert a családja. Még fideszes volt, hogy inkább pusolja. És hogyha 4 évet lehúznak... 5 éves a polgármesterség. Nem 4? 5 éves? Aha. Köszönöm szépen, Tomika, segítettél, följegyzetelem, valahatot tanultam. Nem 4 éves? Nem, az 5, az országgyűlési 4 és a polgármester. Bocsánat, elnézést, akkor tanultam ma arra, valamit érdemes volt idejönni. 5 évig leszek... Júj! 14 évnél fiatalabbak és a közalkalmazottak is ingyen. Most nem figyeltem, mert most más is kell. Óvónőket mondtad már? Nem döntött, de az előbb elfelejtem említeni, hogy amikor pedagógusokról beszélünk, akkor az óvónőket is bele kell érteni a béremelési programba. Rendben, tehát nem született. Arról viszont döntöttünk, hogy őket bele kell érteni. Erről viszont nem döntöttünk. Na, ezt jól megvezetted. Ahó, mondom, ezt szerintem most megoldottad. Úgy látszik, hogy meg. Érdeminek tartja-e a Karsai Dániel által az aktív eutanáziáról indított vitát, szükségesnek tartja-e az erről tervezett népszavazást? Várj, ez vigyázz. Vele vagyunk. Most együtt érzünk. Csak azt tudom mondani, hogy vele vagyunk. Együtt érzünk vele. Sok erőt neki. Sok erőt kívánunk. Meg imádkozni. Imádkozni fogunk. Mi még imádkozunk is érte, hogy ezeken a nehéz időszakokon át tudjon jutni. Ez nem volt legszerencsésem. Simor Dániel vagyok a Telextől, hogy komolyan mondta, hogy ez nem háború. Jó, bárnak kiengedte be a Telexeseket. Mondtam azt, hogy Oroszország nem minősítette. Háborúnak azt, amit csinál. Az orosz törvények szerint a háborúnál kötelező sorozás van. Ez még nem következett be. És azt mondtam, hogy örüljünk annak, hogy ez nem következett. Hogy nem ön kezdeményezte, nem a magyar fél kezdeményezte ezt a találkozót, és hogy nem volt lehetősége kitérni ezelől a találkozó elől. Legalábbis ön ezt mondta az Európai Tanács elnökének. Magyar miniszterelnök minden találkozó elől ki tud térni. Szándékegybeesés volt. Ez az. Szándékegybeesés volt. Ön azt mondta az előbb, hogy nemzeti maximumra kell törekedni. Úgy tűnik, hogy ezt Mészáros Lőrinc is meghallhatta, mert nyáron lefotózták egy új jakton, ami ugyan a 27 milliárd forintba kerül. Mit szól ehhez? Hát, forduljon a tulajdonoshoz ezzel a kérdéssel. Azt csináltam. És a zenében kiteljesedhetek, mert egy énekesnő vagyok, akinek a magánélete az most hangosabb volt, mint a szakmai élete. Ami számítottál, hogy én szeretném újra visszaerősíteni magamat. Maradjunk a gyerekkártyánál. Azon gondolkodtam, hogy most hazudjak ennek a kislánynak, és most ő, aki tiszta lappal indul az életben, én már most hazugsággal
indítsam el neki az érzelmi világát, és másítsam meg azt, amit ő pontosan jól érez. Tudod, mi nem volt még? A feminista kártya. Ha én egy teljesen más fajta értékrendet vallok meg, akkor én biztos vagyok, hogy a nők védőszentjeként tartanának számon most engem. Mi? Egyedül a gyermekét egyedül nevelő anyaként hős csináltak volna belőle. Ugye, most már sem jöhetne egy síres, nem? És, hát igen, ez egy nehéz dolog. Megégtél benne? Meg. És a gyereket se felejtsük. Sokan elfelejtették, hogy van egy 3 éves kislányom, aki azt látja az édesanyján otthon sokszor, hogy sír, mert bántják. Neked próbálok zsebkendőt keresni, de nincsen. Nem kell, akkor nem. Nagyon ügyesen sírok. Úgy tudok sírni, hogy nem is látszik. Áldozatkártya, legyen megint áldozat. Mindennek elmondtak, miközben csak egy boldogtalan házasságban éltem, miközben csak előtte megvallottam a hitemet, amikor a pápa el... Feró, jó az Orbán seggét nyalni. Ne haragudj már, nekem az a segg tetszik, hadd nyaljam már azt. Amúgy mivel zsaroljátok a Ferót, mert ez hihetetlen. Amiben azt mondtad, hogy a mostani kultúrpolitika nem tud korlátlanul uralkodni a kultúrán, a Fidesz ott még nem vette át a hatalmat teljes egészében. Ez mit jelent, hogy még? Feró. A szocializmusban? Én lennék az államelnök, akkor egészen inkább államfő. Hogy a barátaimat bíznám meg, együtt érettségiztem bele. És a barátod például nem ért ahhoz a dologhoz, amit te szántál neki? Tehát kontraszelekció? Hát jó, de például ki az? Ki az, aki nem ért hozzá? Nálam az a serék. Kimegy két rendőr és elviszi őket, befejeztük. Te ilyen kemény vagy. Te ilyen kemény lenni. Hát ez tiszta szocialista. Fogd a... Nem volt még. Baloldalra, fogd a baloldalra. Kírói társadalomban mindenki balos. Ez bizonyított? Van egy ilyen, nem tudom, lista? Vagy hát nem, nézd meg! Hát nézd meg, amikor... Ki az a riporter a Feróval? Mások a Mandiner beszélgetik, jó? És ő például 60 pusztára szerinted be fogja engedni mondjuk a helyi, nem tudom, embereket, hogyha mondjuk azok bajban lesz? Én sem engedném be, ha lenne nekem 60 pusztára. Hát nem úgy van az. Hát nehogy már. Inkább hagyd abba ezt. Most ezt a mondatot most hagyom. Tehát, hogy... Jó, majd jövök, addig nyomjam. Hogyha a rendszer ellenzéke kíván lenni a néppárt, az tömegkel. Na, legalább valaki, aki profi. Gondolom, te megoldod egyedül, nem? Egy másik példát akartam hozni, és hozom is, hogy mondjuk ugye van az, hogy bizonyos türelemmel kétségkívül kell lenni egy olyan betegség felé iránt, mint a pedofiloké. A pedofil betegség felé. Miért kell türelme lenni a pedofil felé? Ez honnan jött? Izgalom neked, vagy ez? Hát érdekes. Kérdezz vissza. És én nem vagyok. Most én itt vagyok, Bicske, nem vagyok köztiszteletben álló polgár jelenleg. Vagy. Kérdezz vissza. Ezt azért kérdezem tőled, hogy szerinted az vagyok? Hát én azt nem tudom, hogy köztiszteletben álló. Ezért kérdezem tőled. Hát mondom, hogy nem. Ó, bazd meg, ez az Ács, Dani. Ebben inkább nem menj bele. Húzza el. Tényleg, nem éri meg. Mondd, hogy menned kell, vagy valami. Egy baj van, Dani. Hogy ne haragudj. Mi? Csak erre válaszolj. Csak mit szólsz ahhoz, nekem hogy elkéne, az orosz tankönyvekben? Elkéne. Ön támogatja azért, mert munkahelyeket teremt, sok szempontból lehet támogatni is, meg lehet ellenezni is, mint ahogy nagyon sok gödönérő, viszont nagyon szeretném. Hú, bazd meg, téged is most kaptak ez, hogy... Bocs. Most nagyon sűrűen, erre most biztos nem fogok tudni figyelni, hogy megoldod magad? Semleges tudok lenni az ügyben. Semlegesnek lehet maradni egy akkumulátorgyár kérdés ügyben? Ezt már figyelmes, tudom, hogy miről van szó. Én mi nyilkozok olyan dologra, ami... Tehát a helyzet a következő. 2010 óta folyamatosan foglalkozási ágonként indítottunk bérfejlesztési programokat. Van olyan terület, ahol már kettőt is. A legvégére hagytuk a politikusokat. Mondjuk ez a tanárok előtt vitatkoznának. Családtagok
kerülnek egyre följebb itt a 100 leggazdagabb listáján, egyre följebb. Hát Mészáros Lőrinc ugye a harmadik éve vezeti is ezt a listát. Az ön Veje, Tiborcz István pedig most azt hiszem 70 milliárddal a 25-dik, de ha ilyen ütemben megy föl, akkor két év alatt. Boldog karácsony, nem, mondta, sok sikert. Minden magyar tőke tulajdonosnak sok sikert kívánok. Na, szóval azon, hogy mondhatunk háború. Szóval akkor nyomjad, nyomjad. All in, véres háború, minden. Ne vinyöngjön a telex. Ukrajna háborúban áll, amit nevezhetünk ugyan katonai műveletnek is, de valójában egy véres háború. És egy véres háború időszakában nem lehet olyan szabályok szerint élni, mint békés, normális időben. Szerinted fogsz ezért az interjúért idézőjelbe kapni? Ja, hát mondd Zsoltit. Most már Zsolti fog új videót készíteni róla. Kuzsér. Kuzsér Robert. Kik vannak még? Kajdit, Manyit. Manyi. Kihagytam valakit? Nem tudom, csak kérdeztem. Igen, Edinát. Meg a fókusz csapatot. Megint majd fel fogja valamennyire korbácsolni a kedélyeket. Persze. Mondd azt. Az zavarta meg csalásban, hogy gyávák hozzá. Ja, hogy ők gyávák ehhez. Te bátor vagy igazából. A gyerekek miatt. És hát nagyon sok embernek sebébe sót szórtam. Mert nagyon sokan nem mernek lépni. És ez a saját gyengeségüket is erősítheti. Nem vagy egy kicsit túl kritikus a nyugattal? De utálom őket, igen. Mondhat, volt olyan celeb, aki megkeresett engem a tranzit után, hogy hát basszus, te így vagy a miniszterelnök úr? Mi mondom, én hogy vagyok a miniszterelnök úr? Hát nem tudsz engem is benyomni, mert akkor milyen jó lenne, mert akkor én is ott lennék, meg mennyire trendi lenne. Megnéztétek ezt a 444-es videót egyébként? Meg, természetesen. Nem szégyeltétek magatokat közben? Cseppet sem. Az elég baj. Mindennel el akarnak tüntetni engem ebből a felszínből, ebből a világból, mert hatással vagyok, mert erős vagyok. Ez az elmúlt 13 év gazdaságpolitikájára milyen fényt vett? Zárójel, hogy egyfelültött GDP alapján, ha egy paraszt hajszállal is, de Románia is megelőzi Magyarországot. Szóval sikeres-e az elmúlt 13 évben folytatott gazdaságpolitika ön szerint? Hát a német ipar lassan a mélyponton lesz. Vagy elmész, várjál. Ezt sokszor hallom, de jártam ki. Azt is hallom, hogy 18 euró a minimálbér. Tehát Németországban, hogy csak arról beszélünk. Azt nem tudom. Mert ő is akkor vagy egy Fidelisas tag lenne, vagy egy Fideszes tag lenne. Valljuk be őszintén, menő annak lenni. Orbán Viktor. Abszolút vezér. Hát most ő hős. Hol háborúnak, hol katonai műveletnek, ahogyan a tisztelt vendég kívánja. Egy ilyen szerepjátékot játszott, hogy anya nem boldog, pedig anya olyan szép, és miért nem boldog, tehát hogy ezekből, és a szívem majdnem megszabadt, tehát hogy akkor én eldöntöttem, hogy én ebben nem maradok benne. Három gyermeket szültem. Itt személyesen is átéltem, mekkora szüksége van egy védtelen, kiszolgáltatott életnek a biztonságra, a védelemre. Hogy egy MOL potentált vezérnek a gyereke simán átmegy egy vizsgán. Hát, ez normális? Hát igen, attól függ, milyen hatalmas az az ember, akinek a fia vagy gyermeke. Az persze, hát azt tudomásul kell venni, igen. Mert aki nem szereti a kormányat, az egy, nem akar dolgozni, kettő lusta. Nézzük meg, hogy fel tudtam jönni Salgótarjánból az autópályán úgy, hogy nem bombáztak le. Gondolkodjunk ma, azért egy kicsit gondolkodjunk ma agyilag, hogy egy olyan országban élünk, ahol... Hatalmi gépezet működik, amely gyakorlatilag emberi mivoltából kiforgatja, megalázza és tönkreteszi azokat a bátor szereplőket, akik mérg szembe mernek szállni Orbán Viktorra. Ez az óriási csúsztatás. Ebben a... Egyen sértő, amikor látom, hogy Göncz Árpád városközpont. De hát a Göncz Árpád, hát akkor lehetne Hitler tér is. Hálás vagyok azért, hogy a magyar nemzetet szolgálhattam. Isten, áld meg a magyart, mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, és tiéd a dicsőség. Politikai kapcsolatok nélkül is Gáspár győzike voltam, és politikai kapcsolatokkal is Gáspár győző vagyok. A tehetséghez nem kell semmiféle protekció. Teszem a dolgomat, amit a jó Isten
rám bízott, kaptam egy áldást. Gáspár Győző van, Gáspár Győző volt, és Gáspár Győző lesz. Gáspár Győző maga a média. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Azt mondom, Tony, ez nem gondoltam, hogy ilyen súlyos. Nem, mert nekem most el kell mennem pihenni egy, nem tudom, pár napra biztos, de inkább legyen pár hét, vagy... Ilyen mennyiség az a kiazonító, hogy ezt sikerült összehozni. Tényleg úgy érzem, hogy semmi szűrőt nem alkalmaztatok, csak aki azt mondja, hogy a kormánypárt ez megjöhet, azért de ez kicsit húzásnak érzem ezt. Jó. Na mindig, mára végeztem. Aztán majd. Majd beszélünk. Mi? Az a nagy falom még mindig nyomja. Nézzük, mi van vele. Ez... Egy mikrofon engedély! Jó, én már kicsakoltam.